Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Saloon Simulator, annak is a prológusa. Ez ingyenes a Steamen, úgyhogy bárki kedvére kipróbálhatja. Beállítások terén a játék egyáltalán nem szereti a fullscreen-t, azaz, hogyha átrakod fullscreen-be, akkor nagy esélye nem fog érzékelni, legalábbis nekem ez történt az előbb, mikor próbálkoztam vele. És simán. Hiába vagy itt a menüben, nem tudod kijelölni, a kattingatásokat hallod, de nem csinál semmit, Alt-Enterrel amúgy vissza lehet hozni. És ilyenkor nincs olyan beállítás, hogy elmosás. Vagy én vagyok vak és nem veszem észre, de motion blurt így most nem látok, az előbb még volt. Na mindegy, új játék. Új játékként kezdünk, van sandbox, főző sandbox, field playground, konstrumizálni overview, azaz személyre szabott végigtekintés, gondolom a karakternek, a karakter megtekintés és vissza a menübe. Akkor vágjunk bele az új játékba. Unreal Engine-t használ a motor, szóval elviekben szép lesz. Nem tudom hány FPS-ünk lesz, majd az is kiderül. Na és akkor itt is vagyunk, menjünk a öreg szalomba, azt mondja. Minden maxon van, és csak van elmosás, mindegy. Feliratot tudunk kapcsolni, nyomjunk egy szávét. Első körben lehet adni neki nevet is, D0-án vagyunk. Nincs skálázhatóság, felbontás, skálázós, akkor beépített DLSS-szerűséggel fut. Anti-aliasing, poly, distance, post-process, reflection, visual effect, shading, global illumination, vészink és FPS limit nincs. Itt sincs. Oké, vannak itt különböző gombocskák, ezeket majd meg kell tanulgatnunk. És nincs, akkor vagy nincsen még benne feliratozás normálisan, vagy fene tudja, ez a motion blur egy kicsit engem zavar. Welcome to Blueberry. De ugye a játék ugyebár Unreal Engine-t használ, úgyhogy szép. Tippem nincs, hány FPS-ünk van egyébként. Nézzünk ide be. Nem lehet benézni. Hát azt mondja a feladat, hogy menjünk a öreg szalomba. Gondolom az, igen, ott van szemben elég látványosan. Blueberry szalon. Keep out, maradj távol, mondja. Különböző vérdíjak, a wow, van, akire van $850 van, meg eltűnt személyek. Akkor Smith Anderson. Kleylon mondja, hogy bárki van itt, gondolom ezek vagyunk mi. Ja, hogy a ládába akadtunk meg, jó, szóval akkor van normálisan itt minden. Nézzünk el ide is. Különböző elveszett emberkék, csak hogy jó legyen. Meg társai. Ide akkor bemegyünk. Észre tudunk ugrani. Szia, pacolkám! Ide jött és hisztilik. Igen, jó az idő. Nincs dögmeleg. Pontos titasi magatás volt. Ellie Holiday, Smith Anderson, az a kettő tűnt el ezerrel. John Doe-t keresik 100-zal. Azt mondja, hogy closet. Oké, törjünk be, azt mondja. Tear out. Bal kattintás. Akkor nyomkodni kell, azzal tudjuk letépni innen bal kattintással a dolgokat. Szerintem amúgy nincs meg a 60 frame rate-ünk, csak ki van kapcsolva.
számláló nálam is, és a Steam valamiért itt most nem jelzi. Pillanat. Na, így már látjuk is a framerate számot, hát közelében nem vagyunk, 40-ünk van. Mi 33-ra is leesk, akkor egy kicsit lejjebb veszünk a grafikán. Mediumra. Na, itt vagyunk megint a játékban, most már 60 framerate-tel. Fölhúzzuk vissza high-ra. Töltjük a mentésünket. 19. század elején vagyunk, a aranykorszak aranyládd előtt. Egy framerate, licece. Amerikai nyugatban vagyunk. Örög a csillagocska. This place is not what I imagined. Na, készeztél a motor. Hát kérem szépen, így sincs meg a 60 FPS-ünk. 44 van, de mindjárt akkor ezt visszavesszük. Shadowban nem kell olyan sok. Post-process is lejjebb lehet venni. Racing nem kell. Így akasztjuk a 60 FPS, majdnem 56, nem baj, na, hát játszható, és találjunk egy utat a szalomban, mert akkor bejöttünk, hát találtunk egy utat, egyből archívmentet is értünk érte. Using trash bin, használd a szemetes vödröt. The bucket is now in your possession. A vödör most már elérhető neked. Check in the radial menu, hold tab, a tabot nyomva tartva jön akkor be egy cumó. When you have the trash bucket in your possession, nem tudom, hogy ejtjük, mindegy. Akkor nálad van a szemetes vödör, you can collect garbage, össze tudsz enni szemetet, found in the salon, találhatsz a szalomban, and out of the premises, balgombbal, azaz ki lehet dobni a szemetet. You can make a trash bag, tudsz készteni szemetes zsákot. Whenever you want, amikor csak akarsz, csak nyomd meg a jobb gombot. Damn, what a flea pit. I was expecting the saloon to be abandoned. Hát itt 60 frame megvan most. Ott egy szemetes kosár. Gyönyörűen néznek itt a dolgok. Van itt sok minden. Hát ez... hát arra használták, igen. Akkor még nem volt angol WC, ahogy mondani szokták. És ott kell lesz nekem. All right. Let's start akkor össze kell szednünk a szemetet. Mindenféle szimulátor keverése, üvegek. Jó, a zongora egy kicsit ki van az élettől. Hát nem tudom, hogy miért bűzlik ennyire, lehet, hogy megrohadtak. Ott a capacity az nő befele. Kontrollal guggolunk. És akkor úgy is maradunk, ami jó. Ezeket itt szépen össze tudjuk szedegetni a vödörbe. Itt minden jó rég nem volt itt már szerintem. Hát vagy köpőcsésze, vagy fene tudja mi. Google-val végig masolunk, kidobunk egy kalapot is. Jó. Kérdés, hogy ez a 30 cumó belefér-e ide. Vagy nem, mert még két cumó kell, de mindjárt elé van a rákocska. Azt jelzi, hogy az kuka. Porkháló is van. Zárva, meg kell találnunk a kulcsot, vagy erővel kell kinyitnunk. Az nem lesz meg a kulcs, akkor erővel fogjuk kinyitni. Na kukucs. Ó, egy kis pénz! És lett egyből $7.5, kérem szépen. Icebox, ebben van a jég, 11 van benne.
Hát itt akkor a... Elértünk még egy Arkingmenten, az első bejegyzésünk címszóval. Itt vannak a questek, a nem sikerült meg a társai. Akkor itt van sok minden ennek szerint. Karakterinfónk nincs, itemek, van itt minden is. Jó, rengeteg money. Gazdagok vagyunk, már 10 dollárunk van. Lehet könyvet olvasni. Hogy kell whiskyt gyártani, recept? Whisky on stone, whisky kővel? Vagy köves whisky? Kell... ivó pohár. 3 uncia... whisky a üvegbe, adj hozzá jeget, aha. Jégkővel, azaz... kockával. Portion 7 és Stacy Milnek felel meg. Salty Milnek, azaz sós, húshoz ajánlott. Jó, illetve ennyi. Más bejegyzés itt nincs, lapozni nem tudunk. Az alatta lévő is semmi. Citrom, jég, parafatábla, pia, meg ott is. Oké, itt van hátul egy konyha. Ebben a konyhában vannak itt ilyen jó nagy tejgyűjtő kannák. Mindenki szárított, zölcs, mi az fűszerek. Kérdés, hogy ezek még jók-e, bár ne tudja, az állaguk nem a legszem. Ilyen kenyérnek látszó bármi. Ezt ki tudtuk nyitni. Ezt is. Ide jutottunk, hát ezt is ki kéne elvileg dobni. Oké, akkor ez így bele is ugrott, valamiért ugrottunk egyet. Akkor még jelzett egy dolgot valahol. Hol jelezted a harmadikat? Tavot nyomva tartjuk, ahol itt van a menünk, hogy mit akarunk használni. Jó, itt is fel tudjuk ezt venni. Lehet rendezgetni a képeket. Build Storage 03-ból. Akkor valahol itt volt még, amit ki kell dobni, nem? Előbb jelezte, hogy van miket kidobni. Menjünk fel. Még egy kis money. Nyomva tartjuk, úgy lesz több. 1,27 dollár volt. Ja, ez gyertya. Ne? Osztalek vagytok? Osztalek, kérem szépen. Ki lehet őket rakni. Nagy tatárjárás. Here put on the trash. Akkor ez itt meg is lett. Cutleret, trash-t kell kidobálni, úgyhogy ezt nem minden kell. Jobb gomb, nem. Azt el akarom dobni. Ja, nyomva tartom, úgy. Oké. Akkor el van dobva, és ott is van, hogy mit kell kidobni. Put in the trash. Na, ez meg is lett. Most már jobb lett ez a hely. Azt mondja. Hogy kimegyünk, és take a bag in the dump site. Dobjuk ki a szemét telepre. És az hol van? Kérlek, alásam. Ja, ott jelzi, hogy hol van, akkor ide hátra kell jönnünk. Ott van a szemét. Garbage dump, szemétbánya. The presence of garbage within the salon. Discarders, customers affecting your tips, the number of guests and their reaction. Okay, you can collect single piece of garbage or wall bags of them to take them to the garbage dump for disopal. Az össze tudod gyűjteni egyesével a szemetet, illetve egybe zsákokba.
ugyebár, és a szemét nagyon fontos jelenleg Blueberry-ben, tanulunk erről majd később. Miért fontos a szemét nekik? Ide kell jönni és oda eldobni. Ja, hogy itt le kell dobni a szemetet. Akkor elhajtjuk. Oké. Okay. Olvassuk el, hogy mit hagytak nekünk. Ja, bár de a tabot nyomva tartva még előbb ezt kiürítem. Aki adott nagy méretű szemét volt, kérem szépen. Jó. Menjünk vissza a szalomba, volt egy kis mikrolag. A gépben RTX 3050 van laptop verzió, aminek köszönhetően nem a legacélosabb, az ad egy, ez egy most megjelenésre váró játék egyébként, szóval még csak a prológus. Ezt nem tudjuk itt kinyitni, mehetünk körbe. Hát rendezzünk már dolgokat szépen sorba. Görgővel lehet ilyenkor állítani az irányt. Jó, azzal nem tudsz mit kezdeni. Ezeket is eltüntetni minden. Trash bin. Még több szemét. Ezekkel se lehet mit kezdeni. Trash binbe ezek is. Ezek is mehetnek. Ezek mik? Hát nem tudom, de lehet jobb is, ha nem tudjuk meg, hogy mi voltan. Itt föl tudunk menni, kicsit ki van a létre a lépcső a lélettől. Megértem, hogy le akar szakadni alattunk. Jó cowboy kalap van itt, kérem szépen. Ezt az asztalt egy pindurit, mintha megrecsentették volna. Ennek meg már teteje sincs. Fent vagyunk a szalon felirat előtt. Na hát te mi vagy? Na vagy lámpának tűnsz, vagy valaminek a tetejének. Ilyen pipaszerűségnek. Mennyi cowboy kalap van itt, kérlek? Hát te meg egy konzerv vagy. Ez se nyílik. Oké. Ez a hátulja. Jó, hát dobjuk ki ezt a szemetet is. Ha találunk még bent, akkor azt szintén majd ki kell dobni. Akkor make a bag. Puty. Ennyi. Nem lett nagy, mint az előző, akkor ez itt egy Bath Horse Stables. Hát egy lovardának tűnünk. Mondanám, hogy csűr, de szerintem nem csűr az semmit. Itt egy kocsi. Oké. Okay. És ha nem fogjuk ezt a kedünkbe, akkor se tudunk felmászni. Na mindegy, fussunk a shift-tel. Ez itt micsoda? Open. Hey, Blueberry Fox. I'm heading out of a while. Feels like my search for a duck line might take a little longer this time. Don't accept me back anytime soon. More like early April with my usual stash of extraordinary finds. In the meantime, peel up the trash and hike as you like. I will take care of it when it gets back. Until then, I hope all is well in your peculiar little town. Catch in your April, Charlie. Akkor elviekben te Blueberry bolond, gondolom, vagy a fúztak, mindegy. De bár ő most eltűnik, miközben keresi a Duckline-t, a kicsit tovább tart neki Duckline-t megtalálni. Nem fog egy hamar visszajönni, legkorábban áprilisban fog jönni, ugyebár extra dolgok találásával. Mindeközben ugyebár a szemét milyen magasra csak akarod, hagyjad.
törődni fog vele, ha visszajött. Egész addig reméli, hogy minden rendben lesz a kisvárosban. Találkozunk áprilisban, Charlie. The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look. Assuming of course, holnap van április, azt mondja. Érdekes, pick up the bedroom. Vagy B-room, bocsánat, nem, broom. Na hát a B-room az maga a seprű. Select the broom from the radial menu or tub. When you have the broom in your hands, you can clean floors, dust and cobwebs. Just press left mouse button. De amikor van nálad a kezedben a seprű, akkor tudsz takarítani a padlóból a port és gondolom a szemetet, vagy nem tudom mit. És akkor, hát vagy éppen itt a hányás, nem tudom mik vannak ott. Cobwebs, floor dust and other signs of clutter will dismiss the clean lines of your premises and deter customers. Az a kosz meg egyebeket el lehet távolítani, és egy csillog. Ugye occasionally you may uncover small valuables misplaced by saloon guests. Binet layer of dust. Az föl lehet fedezni a szemétben kis értékeket, illetve bármit a porban. Jó, itt is van, föl is vettük, mehetünk repülni. Úgyhogy. És akkor így söpröget. Jó, menjünk vissza a szalomban, megint volt egy droppunk. Gépigényét nem néztem meg egyébként a játéknak, bíztam benne, hogy nem CPU limitünk lesz. Hát nincs CPU limitünk. Ugye a 11. genes i7 elég hozzá. Oké, itt is vagyunk, takarítsunk föl. Nagyon király vagy, tartsuk nyomva. Komolyan ezt így kell eltakarítani. Nice. Cserébe ott van egy kis money. Oké. Akkor ezeket itt helyreállítgatjuk. Oké. Forogja, mondjuk. Úgy. Te így. Akkor te gyere ide, amennyire közel csak lehetsz. Úgy. Akkor kell nekem még hozzá a szék. Oda. Meg oda. Azt így alá is be lehet rakni, kérlek szépen. Úgy. Nézzem már ki normálisan. Ha már csak ilyen modern dolgokból van lehetőségünk gazdálkodni. Oda nem rakhatunk el, itt a bejárati rész. Akkor te itt rossz helyen vagy, menjél arra, mert itt a két sarokba lesz akkor kettő asztalka. Akit ide beültetünk, mert nem szeretjük. Úgy. Innen. Innen azt mondja, nem akarja. Akkor az úgy nem nyert kis hangszórót. Túl ködel van itt a falhoz. Ide határa rakjuk. Innen egy szék. Innen egy szék. Fölkapunk még egyet oda. És oda. Akkor a tabot nyomva tartva átváltunk a broomra. Akkor feltakarítjuk ezeket. Oké, csillog villog. Ezt is feltakarítjuk, három van. Oké. Furnishing like chairs and tables can be picked up. Azaz a berendelésekből, mint a székek és az asztalok fel tudod venni a bal gombbal. You can place them anywhere you like. Press LB, LMB. Azaz, amit bárhova lerakhatod őket, ahova szeretnéd, nyomd meg a bal egér gombot, left mouse button.
Azure ordered by positioning chairs next to the tablets, azaz menjünk közel az asztalhoz, tök jó, ezt előfedeztük fel egyébként, hogy meg lehet csinálni, és be tudjuk alá tolni, ugye bár, mint hogy normális, és akkor élvezhetik akár az ételt, fogyasztás, bármi olyan kis képeket rakni ki, meg ilyenek. For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. Oké, átváltunk kézre, és akkor ezeket... Minusz egy lett. Lehet, hogy avval, hogy én ezeket ide bepakoltam, már elrontottam? Ja nem, itt jelzi a játék, hogy mit és hova. Oké. A másik asztalt ide rakjuk. Szép vonalba vele. Ez mehet be alá. Most tök jó, hogy 12-t kell megcsinálnunk, azt közben meg 8-at abból már megcsináltam. Oké. Ezek itt olyan helyek, ahova még nem látok be, vagy fene tudja. A broommal ezt nem tudom megtakarítani. De meg lehet takarítani, kérem szépen. Fölveszük és a helyére rakjuk. Mondom, a helyére rakjuk. Úgy. Ezeket nem tudom kidobni még. Jó, ott is van mit takarítani. Ez is megvan, oké. Lehet, hogy akkor az emeleten van még dolgunk. Sőt, biztosra veszem. Ez itt zárva van, ez a helység valamiért zárva van. Itt takarítani való nincs, itt ilyen káosz van, az csel, csomi csel, vagy mi van, van itt fa. Tálalóasztal, minden ami földi jó, de legalább nincs végighányva. Ez sem egy hátrány végül is. Oké. Akkor fussunk fel az emeletre, azt nézzük meg, hogy ott mi van. Ezeket innen amúgy le tudjuk venni. És ide nem tudjuk felrakni. De ide már ki tudjuk rakni, szóval ez így poén. Gyere le akkor onnan. Legyél itt. Emeleten csekkoljunk körbe. Hát ez itt jól össze van. Elérhető a teljes játékban majd, azt mondja. Akkor gyere le innen. De meg innen. Elérhető a teljes játékban, de akkor miért tudtam kinyitni? Hát milyen csúnya. Elérhető a teljes játékban, hát akkor az úgy jó lesz, akkor itt a szalon alól részén nem tudunk bemenni. Akkor titeket már le se tudlak szedni. Ez gyertya bizonyám. Ez is elérhető majd a teljes játékba. Ott itt a trash bin. Erre fele se tudunk elmenni, oké. Okay. Ezek. Aztán begyűjtjük egy kis manjitos. Órát lerakjuk normálisan, hogy úgy nézzen ki, mintha kimérne, és simán leraktam fordítva, nagyon nice. Így. Meg tudjuk takarítani? Becsalva sem, akkor ez így nem marad. Ezeket a trash binbe. Zárva van. Ez is. Ott van egy kis szemét. Fölmosni valót nem látok hirtelen. Ami nem jelent semmit. Kucs. Itt sincs semmi. Elérhető a teljes játékban. Itt van még egy kis szemét. Van itt egy jó kis zenelejátszónk. Egy magnet. Nem magnetofon, mert az a
másik volt gramofon. Gramofonunk, amiben van egy törött bakelit. Még egy kis kidobni való, hát a kárpit minden csak nem szép. Azt ott már megtakarítottam, nem? Ezt itt, hát... Hogy döntött, hogy visszagyorsult a pókháló, vagy mi van? No, hát így jó poén lesz egyébként, hogy nem fogom tudni megcsinálni a tutoriát, mert előre dolgoztam. Mice. Na mindegy. Ezeket elveszem onnan, azt minutba vágja. Én. Jó, akkor legyen mindenki itt, akkor zabáljatok itt, bástyák. Hova rakunk le az asztalt? Oda rakjuk le az asztalt. Oké. Így. Jelentem, mínusz 4-ben vagyunk székileg. Szóval mínuszba mentek a székek száma. Úgyhogy, na csak így lerakom, arra szarik, ezt be kell alá tolni. Jó, hát ez így aranyos, vannak játékok, amiben a tutoriában is meg lehet halni, hát ez is az. Ezek szerint csak itt nem meghalsz, hanem elakadsz. És mi van, ha nem azt a széket rakom vissza, hanem mondjuk egy másikat? Na, nincs oda helyünk. Itt miért nem félsz el? A touch to table nem lehet hozzárendelni. Jó, hát itt szétdobálunk mindent, kérem szépen. Na? A szék végre kikerült alólunk, ott végigbugiszta a napját. Nem baj, velem nem cseszel ki, akkor itt lesz a következő asztal. Hol legyen a következő asztal, akkor lesz itt vissza a sarokba. Ott. A téged ide rakosgatunk. Mit sem legyen. Így és meg oda kell egy szék. És nem nyert kis hangszórót. Nem lehet megcsinálni a küldetést. Lord Game. Did you know? 19. század, különböző kis szövegecskék vannak amúgy itt a loading screenen, ami nekem tetszik. Mert egész jó pofák, eléggé tudnak angolul, akkor simán el lehetne olvasni. De hát ti, aki tudtak angolul, olvassátok el nyugodtan. Oké. És itt mentettünk, hogy találjunk utat a szalomba? Jó. Találtunk utat a szalomba. Oké, bent vagyunk. Jó. Most jön a találjuk meg a vödröt, akkor menjünk csak sorba. Szedjük össze a szemetet. Az fontos. Hogy fér bele a kocsikerék, a szekérkerék ebbe, ne kérdezzétek. Oké. Okay. Ilyen szuper vödör. Jó. Itt is van még kidobandó. Itt is jelzi. Itt is. Ott is jelzi. Van itt minden, mint a búcsúban, kérem szépen. Oké, meg is van. Menjünk ki és dobjuk ki. Ugye, mert már tudjuk, hogy hátul még nem tudunk kimenni. Úgyhogy...
mert hátul meg zárva van. Balra kellett volna fordulni a szalontól, akkor úgy egyszerűbb lett volna. Jó, garbage dump. Oda megyünk. Engem az zavar, hogy most fullon van a... Oké. Okay. Szóval... Teli lett a vödör. És a low budget Pistike karakterünk fogta és kidobta maga mellett egy zsákba. És... Jön benne szemét. De az, ha telé van, akkor figyelni kell, mert a zsákot automatán megcsinálja és elhajtja. Jó, hát vicces, hogy már a tutoriál alatt elakad az ember. Ma itt is összeszedjük a dolgokat, amiket ki kell dobálni. Ez az ajtónk zárva van. És... Az a kerék el volt magának. Ez az ajtónk itt zárva van. Kell találni kulcsot, vagy erővel fogom betörni. Oké. Okay. Ezeket is kidobáljuk, kérem szépen. Alisbin. Alisbin. Vonott kosárkák nem érnek nekünk semmit. Na hol a bejárat? Nem, a második kör teszem. Eltűnt a szalon bejárata, kérem szépen, itt van. Oké. Okay. Hát a fizika néhány helyen érdekesen működik. De nem baj. Ebbe droppolgatunk néha-néha. Egyébként nagy esélye ez a laptop 3050 hibája, hogy ilyen. Nincs elég sávszélessége szerintem a véramnak, hogy ezt megoldja. Ezt felvesszük. Akkor mehetünk ki vele a kukára. Azt keresem, hogy merre megyünk. Elég nagy ez a város. Ja, kétszer balra, mert itt van hátul. Szemét. Akkor dobjuk be ide. Úgy. Megvan, olvassuk el ezt a dumát. Megvolt. The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look. Assuming, of course, that Charlie has left this note this year. Mehetünk és vissza. Szépen. Ide bejövünk. Let's see if there's any floor under this dirt. Takarítsunk föl. Oké. Okay. Kettő, három. Oké, okay, most jön, ahogy pakoljunk át now, dolgokat. It's time to set up the chairs and tables. Oké. Okay. Jobb gombbal el lehet dobni, amit nem akarunk fölvenni. Úgy. Körbejárható, oké. Okay. Kettő. Három. Négy. Úgyhogy kemény négy darab széket már a helyére raktunk. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Akkor a szék itt messze van. Doda. 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 És ez oda. Megvan. Yeah.
csináltad, ami előbb nem sikerült. Guest of the Blueberry Salon. Vendég a szalomban. Blueberry is not abandoned as it seems. Nem elhagyatod, amennyire most már látszik. Az a Blueberry nem olyan a Blueberry hely, áfonya vagy szeder. Nem olyan elhagyatott, mint aminek tűnik. Engages conversation with guest and town folks by pressing LMB. Azaz vannak városlakók, illetve vendégek. Balgomban lehet velük diskurálni. It's an opportunity to get no Blueberry locals and passing travels. Nyilván tudhatunk meg dolgokat a helyektől és az átutalóktól. When you stand behind the current counter, you can interact with the customers to start preparing orders. Amikor te beállsz a pult mögé, és interaktálsz velük, akkor elkezdődik a rendelésének az összeállítása. És akkor as you encounter more significations karakter, különböző karakterekről lehet megszerezni infókat. Informations about will recorded in your journal, press J. Azaz a naplónkba feljegyezünk dolgokat. Archive ment, ki van takarítva a hely. Akkor itt a karaktereknél fog föltűnni, ami kell, itt meg a küldetések vannak. Beszéljünk az idegennel. Hol van itt idegen, kérem szépen? Arrafele, azt mondja. Hát én még felmegyek előbb az emeletre, összegyűjtöm a pénzt. Bár nem tudom, fene tudja. Mentsünk előbb egyet, az lesz a legjobb. Így. Akkor menjünk a küldetés szerint, amit kérme. Most már nyitva van. Hoppá, itt egy pistike. Hallod, Bástya, te mintha beleestél volna a grafikába, nem gondolod? Vagy ilyen baromi alacsony vagy? Hm? Friends and foes. Barátok és ellensége? Beszéld idegen. Hát nem tudok vele beszélni, mert nem lehet interaktálni vele. A Bástya be van esve a grafikába. Oké. Okay. Itt lehet tabot nyomtam, bejött a naplónk, meg hogy mi van nálunk. Láthatjuk. Ez sem egy hátrány. Oké. Okay. Ice buckets. Did you run out of ice? Kifogytál a jégből? Don't worry, semmi gond. There is an old ice bucket built in the bar. Van egy beépített jégkocka tároló a bárba. Just grab the ice bucket, csak kap fel a jeges vödröt, press balgom, then walk over the ice box, sétálj oda, tart nyomva, és újra tört a vödröd. Nice, akkor a jeget azt lehet gyűjteni ebből. Álcsuk kijárat előtt van, mert az a pultba beálltunk bal oldalt, mert itt a konyha egy bejárata, ott a másik, és akkor innen felszolgálunk, onnan meg rendelünk, meg ilyenek. Be careful, ice is not a common commodity here. It will degrow in the ice box over time, but it's not too quick. Azaz csak nyugodtan, vagy békésen, a jég nem egy... Hát... Nincs be végtelen, és lassan magától újra nő, újra fog nőni, ha elfogy. Nem mindenki kér bele jeget. És nem túl gyorsan nő újra. Ott a quick. Oké. Okay. Hát az megvan, valamiért azt megkaptuk, de... Amúgy... Már semmi. Hát csak vele hogy beszéljek, hogy el is itt bele van bagolva. Hogy mi az interakció veled? Controls. Bal gombbal első interakció. Kéz, felseprű, mindenféle dolgokra való váltás.
Barman Assistant a Space. Akkor lehet, hogy Pistikének be kellett volna hozzánk sétálnia, csak hát nem tette meg, mert nem tudott bejönni. Itt vagyok előtte, nyomom a bal gombot, jobb gombot, semmi. Teszik rám. Jó, hát ha nem azért bukjuk a küldetést, mert éppen bebugolunk, hogy nem tudjuk felvenni. Megnézzük, a load game csinál-e vele valamit. Kiszedi onnan. Első amerikai italkönyvet, a Bartenders útmutatót írták 1862-ben Jerry Thomas által. Könnyű recepteket tartalmaz, nagyon ikonikus italokról, és lefektette az alapit. Na hát kijött a csávó onnan, közben az a szék ott elrepült. Hát itt van a Stranger és Fütyű. Well, you've done a fine job setting up Butterfingers. Oké. Annak örült, hogy kiszedt. Itt vagyunk és dumálunk vele, hát akkor Pistike onnan kibágolt végre. Ezek szerint a játékot megmenti, bár még prológus és nagyon alfa-béta verzió a load game. Ne dumálj! Igen, patkányok vannak errefele. Ez alatt nem az állatokra gondol. Ez az ő helye és lennét ide. Munkájával kapcsolatos, úgymond. Do you know this man? Azt tudjuk, hogy mi van. Mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? They call me W, and as long as you, my dear Butterfingers, run the saloon. Vi profil most már elérhető. Like, let's say, tumbleweeds in a dust storm. Butterfingers. Vajas ujjak. The name's Cheyenne. Cheyenne-ek vagyunk mi. I know your name. Okay. And Mr. Locke knows what's ő ismer minket névről. És Mr. Locke tudja, hogy itt vagy, hogy kövessük. Oké. Okay. Elment abba az irányba. Szar lehet neki, hogy úgy él, hogy van rajta egy kereszt. Ha-ha-ha. Fáni, elefáni. Mi erről az irányból fogunk támadni, de ha már feljöttünk, akkor begyűjtjük a pénzt. Hát ide mindet. Ezeket kihelyezünk. Remélem ez is küldetés lesz, hogy helyezd ki ezeket. És akkor addig bukjuk el azt is, mert nem tudjuk kihelyezni, csak elrakni. Oké, okay, már ment is a kukába. Az úgy marad. Fresh bean. Oké. Okay. Igen. Kinyitotta. Elsegíték kulcs, ami az egész szalonhoz jó. Menjél be, azt mondja, ha van egy fél bástya, mi van veled? Ennyire nem vagyunk félelmetesek, he. Jaj, de szép vagy. Friss hulla. That's a fresh corpse? Fresh. Azt mondja, friss. They've been lying here for a few itt fekszik pár órája. Jövünk, nincs itt mit látni. This is murder. Gyilkosság történt itt. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides, the town doesn't have a sheriff yet. Még nincsen sheriffje a városnak. He is lying dead. Stop asking stupid questions. Megdögölve, meghalva, fejezd be a hülye kérdéseidet és dolgozzá. Takarítsuk fel a hullát. Hát nagyon jó pofa vagy, bástya. Tinderrag, azt keressük meg a felmosó rongyot. Itt van, kérem szépen. Oké. Okay. És négy dolgot kell, négy nyomot kell a büntény helyszínen eltakarítani. Oké. Okay. Mindeközben békésen iszogatja az olaj.
csávó, hát olyan, nem valami gyors. Oké. Okay. Őket takarítani egyébként. Vinnek a helyén, a privát helyén, akkor ezek szerint ez az ő saját helye. Akkor a vért lehet vele feltakarítani harcoknál, ugyebár mintha kocsmai bunyók, ilyenek. Használjuk feltörölni a kiömlött dolgokat is. Jó, hát nagyon jó. Akkor pukkadjál meg, akkor le kell rugolni. After you clean up the blood, okay. Take the body to Casey. She's the Casey-nek ki kell vinni a testet, miután befejeztük a takarítást, hát nagyon jó. I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Amúgy tök jó, hogy hasbeszélő a csávó. És olyan szemeket vág, mintha tudnám, mit csinál. Még egy argument, az első vér meg volt, takaríts föl. Jó, csak nem nekünk. Miután felvettük a testet, after picking up a body, balgomba, you can bring it the mortician and place it inside the coffin, press LMB. We take orders for any size better sooner, but rather than later. Mm-hmm. Hát én mondanám, hogy temetkedési vállalkozó akar lenni, de nem az. Casey offers of solutions, azaz Casey árul megoldást, vagy kínál megoldást. Dissipate of innovance, evidence, adad a különböző holttestekre, és kompenzálja fizetséggel a testeket. Hát ő testgyűjtő ezek szerint, hogy miért azt még nem tudni. De érdekes. Jó, hát akkor te gyere ide, egy kényelmesen meg van fogva. El van sötétítve, illetve sárgát-zöldes a hullája, szóval... Na mindegy, ez is nyitva van most már, király. I'll be waiting for you at the bar. Vár ránk a bárba addig. Kap fel a testet és vigyük a temetkedőshöz. Hát a temetkedős az arra fele van ott jelni, oké? Okay? Az egyik egy kis fád is késéssel töltött be. Nem baj, jaj, van már majdnem $5, kérem szépen. Még meglepő, még egy, üdvözlöm, tegyük bele a nobody, no problem, nincs test, nincs gond. Első út megegyedésre bonyolult. Difficulty. Jó. Oké. Ez így meg is van. És akkor beszéljünk vele. Ő mortician. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. Övé a szalon, milyen a szalon, ugyebár. Do you know who he was? Tudod el, hogy ki ő? No idea. Nincs ötletem. He poured drinks before you. Wait, are you kidding me? Ő itatott lér korábban. Ja, kár, cool. How shall I inscribe your grave? They call me Cheyenne. Hát akkor konkrétan ő Casey O'Hara, akivel itt beszélünk. Do what W tells you. Don't ask questions and don't look for answers. Nincs kérdés, nincs válasz. Can I buy a pre-need plan or... Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it. I'll make sure you get a proper send-off. Thanks. $5 per test, hogy mi van? At your service. Szolgálatunkra van. Térjünk vissza Vihez a szalomba, hát nagyon csekke meccse. És támadunk föntről. Le tudjuk zárni. Tehát... Leugrani, le tudunk ugrani, nice, akkor van rövidítésünk. Na figyelj, mivel egyelőre enyém a szalon, ezért szerintem kell csipogni kicsit, jó, ezeket begyűjtjük. Hát megnézzük, max ez is hiba lesz, hogy megnéztük, meg ezt is. Mentsünk, mert úgy látszik a mentés a haverunk. De akkor lehet, hogy az előző játéknál is ez belejött volna, hogy a mentést újra töltve. Ott egy kis money.
megint rengeteg manink van. Na ragadd a magyar bástya. Done. Kész. Let's wait for the final act with applause. Okay. I'll fill you in on your second job when the time comes. Időnként ad nekünk mellékes munkát. Just relax. Nyugodj meg, Kane. Cheyenne. Hallod, ha fütyülök, adad visztül, fütyül. Nézd ki az ablakon a fönt. Láthatod a fejem. Akkor a bárnba lesz. És nem nagyon van más választásunk oda menni. Okosabb vagy, mint hogy kinézel. Igen. Ha szóval az előző tulaj volt ez a hulla, akit megmakkant. Let's just say he didn't deserve it. Okay, that's enough. Give me the stone fence. Now. Are you talking about a drink? Okay. Or do you need a stable? Iszunk, hogy bármi, ő inni akar. How'll it be, partner? Partnerek leszünk? Hát lehet, hogy jobban járunk egyébként, ha... Különleges italok és kiszolgálások, residence vagy igények. When you stand behind the current... Hunter, you can start preparing orders. Azaz, ha a pult mögött állunk, tudunk elkészíteni italokat. Some characters have their favorite drinks. Néhány nyaknak van speciális saját italuk. A kedvencük, úgymond. Give them one of them and watch and result. Adj nekik valamit, és nézd meg az eredményt. You many gin their approach as even received a special gift. És akkor, ha jó, akkor különleges ajándékot kapunk. Vagy italt. Okay. It is also possible, elképzelhető, distract someone and avoid troubling by offering them their favorite drinks. Azaz lehet, hogy időnként itt meg van jegyedve, hogy mi a kedvenc itala, mint itt is, hogy jól felsőned, a régi vágású. You can check this information in journal, meg tudod nézni ezeket az információkat a naplódba. Short press tab and select journal, then select character tab. Röviden nyom meg a tabot, és akkor bejön a naplód, és ott láthatod. Tehát a tabot röviden megnyomva bejön a napló, hosszan nyomva tartva pedig bejön a választómenünk. Itt ide jövünk, hogy napló, karakterek, vi. Stonefence a kedvenc piája, míg Kézinek nem tudjuk. Mert akkor írja is a dolgokat róla. Ember sétált keresztül a szalad, a... ugyebár... sötétségbe burkolódva. Nice. Jó. Hát akkor... make a drink. This is your barman assist. Ez a te bár, ugyebár pia készítő részed. From here you can serve your guest, azaz itt tudod kiszolgálni a vendégeket, and kind of a drink they may imagine, ez bármilyen ital, amit elképzeltél. Most itt az idő megnézni, hogy működik ez. Oké, fönt látjuk, hogy mit akarunk. Ellenőrizd, mit akar inni a vásárlód, mint rendelés. Azaz check what drink the consumer has ordered. És the information displayed at the top of the screen, megjelenik az információ képernyő tetején, középen, and in the bottom left corner, és akkor bal oldalt pedig ugyebár láthatjuk, hogy mi kell hozzá. Mind közben ugyebár mutat, hogy lépések terén, hogy mit kell hozzá, az egy bar glass kell hozzá, mint pohár. Ez a viszkis pohár, mert ez a vivóvizes pohár, ez meg a viszkis pohár. 2 cent viszki, 1 cent cider, az a bor. Jég kell bele 1, mert nincs mennyiségérve, és keverjük meg. Oké. Okay. Később ilyen játékban, ha valamit elrontottál, le tudod vezetelni az egész folyamatot, adod itt egy visszanyíl. Csak emlékezz, használd... Ezt akkor is használhatod, ha... Ugye, ha hallottál fennet, ugye mindegy, ez kell nekünk a bar glass, ugyebár a másik a kis pohár. Select your appropriate type of glass from the sealed menu left clicking and drag to the table. Press next step to sort cut D. Azaz fogjuk meg és rakjuk ide a kiválasztandó poharat.
If the glass is empty, ha üres a pohár, you can swap it without any consequence. Azaz bármikor cserélgethetőek a poharak, azaz megfogom ezt, jaj, nem ez kellett odarakom, akkor az ott elvileg megy. Oké, következő lépés. Akkor amikor a... kiválaszthatod az alkohol típusát, körmenüből, balgomba, és az üveget tegyük a közel a pohárhoz. A bottle when move at the left, we slowly begin pour the liquid, az lehet a kiöntését a folyadéknak ezzel szabályozni. The harder you tilt the bottle on the left, or raise the higher, azaz közel van, akkor kicsit öntünk magasról, pedig nagyon csorgatjuk neked, de akkor ez egy érdekes folyamata lesz a öltés fizikának. The faster alcohol will be poor. Hát gyorsabban fogy, vagy kicsöpöghet. Az megfogom, az semmi, de nyomva kell tartani. Jó, 2-1. Select the upper-raised alcohol from the sealswell menu, just LMB, bottle dragging over the glass. Ez ugyanazt írjuk rá, csak akkor ebből meg kell egy. Jó az a mechanika, csak meg kell szokni, hogy mennyit kell belőle. És elengedjük. Olyankor jön azt abba, hogy ezt lerezetelhetünk, mert 0,1 centel több whisky van, de talán túléljük. Nem fog instant fejbe lőni. Akkor itt necessary, ha szükséges, add any adverse-et, tegye hozzá egyéb ízesítőket. Az itt abba, during your stay in Blueberry, you will find an umbrella difference alcohol sometimes. Lehet majd itt találni a városban különböző kiegészítőket, mint ízesítőket, illetve más piákat. Most az utolsó lépés következik. Az additív, és akkor az utolsó lépésként a jég, van citrom, illetve keverő. És akkor fogjuk meg, fejezd be az italt, hogy hozzáadod az utolsó lépést, the last touch, utolsó érintést. Here you will need some ice, kell neked egy kis jég, drag and drop in the glass. Ha megfogom, beledobom. Oké, és akkor now mix the ingredients, azaz jó szar a kiejtése, mindegy. Szóval most keverjük össze az ital, drag the spoon over the glass, fogd meg a kanalat és rakd a balgom nyomva tartásával a pohárba, és kezd el megkavarni. Igen, megtekerjük. Jó hangja van, vicces. És akkor elengedjük a balgomból, akkor visszaugrik a helyére. Mi everything is ready, minden készen, I'll complete the drink by pressing the finish drink, hogy befejezd az italt, nyom meg a ital befejezése gombot, and serve the customer at the barrel, az szolgáljuk ki. A barrel egyébként ez a pult. Na nézzük. So you want to be barkeeper, you will make the first drink, keep it. That's what I needed. I'll be damned. It's good. Na, ízlik neki. If I'm going to make more of these, I'm going to need supplies. Valami kell neki még kis alapanyag. I know a supplier goes by the name of Jack. Okay. I've already let him know that he should start coming to Blueberry again. He will be here soon. Hamarosan jön az ellátós illető. No problem, partner. I sure hope no one else has to make stone fences for me. Yeah. Pleasure to meet the new owner of the most famous Blueberry Saloon. Most már örül neki. Jól érdekesen itt áll, nem baj. Hogy van. Oké, a pohár volt, nincs. És fel is megy. Még nem kell ott majd feltörnünk azt onnan. És akkor nyissuk meg a szalont. A szalont most már meg lehet nyitni, vagy be lehet zárni, hogy használd az információs táblát a szalon előtt. Zárd be a szalont, ha szükséges.
időszakonk időnként a teli van a feladatlistán különleges idő kapukkal, vagy helyre kell állítanod az alapanyagokat. Azaz, ha fel kell töltenünk a készleteket, akkor is zárjunk be, ajánlott. Hogyha vannak olyan küldetések, amik időre mennek, mint gondolom ennek a krumplinak a füttyögése lesz az, akkor is azt kell. Úgyhogy viszont itt el is érkeztünk már több mint egy órához. Úgyhogy jó pofa. És fogjuk majd még folytatni, megnézem mennyi van még itt a prológusból. Ugyebár, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni. Találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!